hírnevét. Március 15-én újra megnyitott a kapuit a Hagymaház. Kocsis Dénes színművész műsora köszöntötte elsőként a kultúrakedvelőket. A koncert után a hölgyek egy-egy szál virágot is kaptak. Az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 175. évfordulóján, március 15-én nyitott ki újra, hosszú idő után a Kulturális Központ Makón. A tavasz köszöntő műsor már több éves hagyományra tekint vissza városunkban, amelyre az idén is szerencsére sor tudtak keríteni a Hagymaházban. A megjelenteket Varga Ferenc alpolgármester köszöntötte. Kedves hölgyeim, engedjék meg, hogy önkormányzatunk nevében tolmácsoljam nagyra becsülésünket, tiszteletünket és szeretetünket. Én azt kívánom önöknek a mai napra, hogy érezzék magukat nagyon jól, legyen szép napjuk, fogadják sok szeretettel majd a következő fellépőnket. Kocsis Dénes, makói születésű, sikeres színművész örvendeztette meg a közönséget műsorával, aki elárulta, hogy a Hagymaváros egy különleges helyet foglal el a szívében, és mindig nagy örömmel jön a marosparti településre fellépni, hiszen vannak még itt rokonai. Nagybátyám még egészen konkrétan, az unokatestvérem is itt él és dolgozik, úgyhogy most ez azért is jó alkalom, hogy itt lehetek, mert találkozhatom például velük is, és ilyen azért ritkán fordul elő a temérdek munka is, ugye a gyereknevelés mellett, hogy karácsony után közvetlenül itt március közepén is tudunk majd találkozni, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és hát az én kis családom is elkísért természetesen, bár a kisfiam még nincs másfél éves, úgyhogy sok minden talán nem fog fel ebből, de nagyon tetszik neki mindig, amikor apa énekel, úgyhogy most is itt a hangbeállásnál azért egy kicsit részt vett ő is, részt vállalt benne, aranyos volt, odajött hozzám, együtt énekeltünk egy kicsit. Úgyhogy egyébként nagyon izgulok, mert az, hogy ezzel nyit meg a Hagymaház, ez nekem eleve különleges dolog, hogy én köszönthetem úgymond a nézőket először itt az újranyitás kapcsán. Egy-egy dal között köszöntötte a hölgyeket nőnap alkalmából, de a forradalom és szabadságharc hőseiről és a tetteikről is megemlékezett Kocsis Dénes. Az előadó megosztott a stábunkkal, hogy Makóra egy különleges összeállítást készített, hogy minden korosztálynak tudjon kedvezni. Tőle kérdem, virulsz-e még szülőföldem, azt kérdem a felhőktől, a suttogó szellőktől. Ha madárjön tőle kérdem, virulsz-e még szülőföldem, azt kérdem a felhőktől, a suttogó arra gondoltam, hogy hozok egy kicsit mindenfélét. Egyrésztről szeretek sokszínű lenni, amúgy az életben is, de a műsoraimban is általában arra törekszem, hogy mindenkinek tudjak adni valami olyat, ami a szíve kedvence. Ezt, ha műfajukat nézzük, akkor musical, operett, pop. Hoztam saját dalt is egyébként, úgyhogy tényleg mindenféle lesz, és hát rock-opera is, tehát opera is. Tehát szóval tényleg sok mindent válogattam össze erre a különleges alkalomra, hiszen tényleg itt a forradalom és szabadságharc is ugye elég erőteljesen a mai naphoz köthető, és hát a nőnap is most volt, az újranyitással kapcsolatban is van egy-két ötletem, és hát úgy gondoltam, hogy azért legyen benne egy kis buli is, úgyhogy a végén egy jó kis neoton sláger is felcsendül azért természetesen. Nincs semmi veszély, bármi is.
minden egyes alkalomra, amikor fellépni megyek, akkor külön összeállítom a dalokat, és ilyen módon a műsor egészét várom, és nem egy kifejezett dalt. De természetesen az, hogy például a saját dalomat is eléneklem, azért az egy nagy izgalom bennem mindig, hogy vajon mondjuk itt Makón a Hagymaházban egyrészt hallottál már bárki is a dalt, majd ezt meg fogom tőlük kérdezni, másrésztről pedig, hogy hogyan fogadják, miután valószínűleg sokan, nagyon sokan először fogják hallani. Nagyon kíváncsi vagyok a fogadtatására. Különben pont nőnapon volt egy fellépésem, és elénekeltem ezt a dalomat szintén, és nagyon nagy örömömre szolgált, hogy a műsor közepén volt körülbelül, és az első olyan dal volt, aminek a refrénjére elkezdtek tapsolni, és mondjuk nem volt nagy dolog, mert igazából előtte csak lírai dalokat énekeltem, de hogy így dal közben nekiálltak tapsolni, ez nekem egy olyan visszajelzés volt, ami azt jelenti, hogy akkor tetszett nekik, és élvezték. Úgyhogy remélem most is így lesz. Szívből szeretni annyi, érted mindent föladni, és szállni, fent sólyom szárnyon szállni, áldást találni. Égig emeld a szíved, szárulj szerelmünk hitest, így gyer értelmet véleg, álom boldogság ég. Rengeteg olyan előadásom van, ami már azért egy-két éve minimum így a műsorom van, több színházban is játszom. Ugye az Operett Színház nekem az anyaszínházam, és ezen kívül azért a Hadszínteátrumban játszunk. Presser Gábor életéről csináltunk egy darabot Presser dalokkal, ez a Hadszínteátrum. Ez egy nagyon izgalmas előadás, és most, hogy itt a színpadon állok, és erről beszélünk, eszembe jutott, hogy itt nagyon jól megélne ez a darab, úgyhogy majd megpróbálom az igazgatót megkeresni itt a nagy tömegben, a teltház mellett, hogy hát, hogyha esetleg lenne egy ilyenhez kedve, illetve most csináltunk a Hadszínteátrumban egy duettestet, illetve hát mondjuk úgy, hogy hárman, tehát három szólista van benne, és az egyikünk a zeneszerző barátunk Kovács Adrián, aki egyébként sok musicalt írt már, és nagy sikerű darabokat tettek színpadra az ő zenéivel, és ő szólistaként is szerepel, de zongora kísérőként is, és a Gubik Petrával csináljuk ezt a duettestet, és hát most volt az első, itt március elején, és iszonyatosan jól sikerült, és a nézők ki vannak éhezve ezekre a dalokra, mint ahogy mi is, úgyhogy ebből lesz egy sorozat, úgy tűnik, hogy majd minden hónapban leszünk, Deja Vu címmel. Egyébként meg most 20-án, azaz jövő hétfőn kezdjük el próbálni effektíve a Monte Cristo grófját az Operett Színházban. Nagy izgalommal várom, mert tulajdonképpen én a Monte Cristo kapcsán, félig meddig a Monte Cristo kapcsán ismertem meg a feleségemet 8 évvel ezelőtt, úgyhogy, mert hogy ő táncolt ebben a produkcióban, csak még Békés Csabán. És hát most érdekes lesz, mert fordul a kocka, és majd most ő jön el megnézni engem a Monte Cristo grófjában. Úgyhogy hát ez május 19-ei premier, úgyhogy alig várom, hogy dolgozzak, alig várom, hogy tényleg újra munkába álljak, hogyha így fogalmazhatok, mert próba folyamat az a helyzet, hogy a nyáron volt utoljára, és nagyon ki vagyok éhezve a munkára, az alkotásra, úgyhogy nagyon, nagyon várom. Thank you.
Többször is vastapssal jelezték a résztvevők, hogy a makkói kötődésű fiatal tehetség milyen remek hangulatot és műsort varázsolt. A koncert után pedig az aulában Varga Ferenc alpolgármester és Bakos Tamás aljegyző egy szál tulipánt osztott minden hölgynek, akik a tavasz köszöntő rendezvényen részt vettek.